Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, engedjék meg, hogy a felszólalásomat azzal kezdjem, hogy köszönetet mondok Latorcai János alelnök úrnak, amiért az ülés vezetésével lehetővé teszi, hogy felszólaljak ebben a vitában. Magára a törvényjavaslatra rátérve azt kell mondanom, hogy a szuverenitás védelme indokolt és szükséges, amiatt, amire a baloldal vetemedett a tavalyi választást megelőzően, és nem csoda, hogy úgy viselkednek, mint egy rajta kapott kisgyerek, ugyanakkor a Fidesz részéről mindez teljes mértékben hiteltelen és álszent. A Fidesz gazdaságpolitikája ugyanis maga a szuverenitás feladása, a legnagyobb külföldi beavatkozás ellen egyáltalán nem tesznek semmit, állami erőforrásokat használnak pártcélokra, és 2016-ban egyébként egy ehhez kísértetiesen hasonló javaslatot önök borzalmasnak és szükségtelen. Városi nagy cirkusz, ahol a porondon szabadon lehet bármit tenni, úgyhogy kérem fáradjon a helyére, ne provokálja a képviselő urakat, úgyhogy foglaljon helyet. Foglaljon helyet. Akkor meghagyja el a termet. Van két lehetőség erre. Hát de kérem, ez nem sétatér, hogy itt sétálgatunk jobbra-balra. Tessék helyet foglalni, ne zavarja meg képviselő, ne zavarja ki, ön se zavarta senki ez alatt az idő alatt, amíg 28 perc, 30 másodpercig elmondta a véleményét. Senki. Méltatlan úgy gondolom a felszólalóval szemben ez a fajta bánásmód. Na, és arra kérem a képviselőtársaimat, hogy kerekedjenek felül ezen a provokációs kényszeren, és ne fűzzönek hozzá semmit, mert azt szeretném, hogy alelnök asszony szavai is eljussonak mindenkihez. Parancsoljon alelnök asszony. Köszönöm, elnök úr. Tehát 2016-ban önök egy ehhez kísértetésen hasonló javaslatot szó szerint borzalmasnak és szükségtelennek neveztek. Hogyha a gazdaságra térek rá, és annak a szuverenitás oldalára, akkor egyértelműen elmondhatjuk, hogy a magyar kormány és az elmúlt 30 év magyar kormányainak mindegyikére igaz sajnos, hogy az a gazdaságpolitika, amit folytattak, az nem Magyarország szuverenitását erősítette, hanem gyengítette. Az, hogy Magyarország gazdaságát önök arra szeretnék alapozni, hogy a német járműiparnak és a kínai akkumulátorgyáraknak legyünk kiszolgáltatva, az egyértelműen szembe megy a szuverenitásnak az elvével, ráadásul Magyarország vízkincsét és termőföldjét is kiszolgáltatják ezen gyárak számára, amely az élelmiszer önrendelkezésünket, az élelmiszer biztonságunkat is veszélyezteti. Az is teljesen nyilvánvaló és világos, számokkal alátámasztott tény, hogy ez a kormány időarányosan is több támogatást adott multinacionális cégeknek, mint az önök kormányzását megelőző 8 évben a baloldali kormányok. Tehát teljesen világos, hogy a magyar gazdaságot nem a szuverenitás irányába mozdították el, hanem épp hogy a gazdaságpolitikájuknak következtében Magyarország kiszolgáltatottsága növekedett gazdasági téren. Nem beszélve arról, hogy egyéb következményei is vannak, lesznek annak a népesség cserének, aminek a napjainkban tanúi lehetünk, és ennek a vége nem lehet más, mint Magyarország identitásának, kulturális értelemben vett önazonosságának az elvesztése. Az, hogy a tavalyi évben a KSH adatai szerint 50 ezer ember hagyta el Magyarországot, és önök több tízezer, később majd több százezer vendégmunkás betelepítésére készülnek, ennek nyilvánvaló végállomása az, hogy a mai értelemben vett kulturális értelemben vett Magyarországról, magyar identitásról nem beszélhetünk néhány évtizeden belül. Ma még csak szimbolikus, de a következő években sajnos várható az, ami Makón történt, a tegnapi napon adtak erről hírt, hogy a makói Continental gyára kirúgta azokat a magyar munkásokat, akik betanították az ide érkező vendégmunkásokat. Hát ha valami, akkor ez és ez a jövőkép
teljes mértékben szembe megy egy szuverén Magyarország jövőképével, és a leghatározottabban el kellene utasítaniuk önöknek is ezt, tehát a szuverenitásunkat, azt nem csak politikai értelemben kell megóvnunk a külföldi beavatkozásoktól, hanem gazdasági értelemben is az önrendelkezésre épülő gazdaságpolitikát kellene önöknek támogatni. Ezzel szemben a magyar valóság az, hogy a multicégek kirúgják a vendégmunkásokat betanító magyar embereket. Ha szuverenitásról beszélünk, a nulladik pont lenne, hogy ezt megakadályozzák. De ha a szűk értelemben vett választási versenyről beszélünk Magyarországon, akkor azt kell, hogy mondjam szintén, hogy a legdurvább külföldről érkező beavatkozással szemben önök semmit nem tesznek. Nem csak a külföldi közösségi média felületeken elszenvedett diszkrimináció legnagyobb vesztese és legnagyobb kárvallottja a Mi Hazánk mozgalom, hanem a magyarországi média működésének is, és ezt most hosszabban szeretném önöknek ecsetelni, hiszen a választói akarat tiltott befolyásolásának legfontosabb eszköze az elhallgatás. A Mi Hazánk mozgalom úgy jutott be a Magyar Országgyűlésbe önálló listán, hogy a miniszterelnök jelöltünk, a pártunk elnöke, a frakció vezetője nem jelenhetett meg Magyarország legnagyobb közösségi platformján. Ma sem jelenhet meg. Nem igaz, hogy fideszes plakátokat kaptunk, amikor a fideszes cégek azt a választ adták a mi megkeresésünkre, hogy a több mint 1000 felületükből 26 darab. Írd és mond, 26 darab helyre tehetjük ki a plakátokat, tehát a valóság megint nem az, amit önök szajkoznak, hanem az, hogy mindössze hülyének néztek minket, és mindössze 26 darab plakát helyet kaptunk tőlük. De visszatérve a közösségi média működésére. Torockai Lászlónak sem a nevét, sem az arcképét a mai napig nem lehet megjeleníteni a Facebookon, és nem csak, hogy az ő oldalát törölték le, és nem csak, hogy a Mi Hazánk mozgalom pártjának az oldalát törölték le, hanem ha például úgy szerettünk volna egy mohácsi eseményt hirdetni, hogy elnök úr nevét meglepetés vendég felirattal helyettesítettünk, azért is tiltást kaptunk, tehát ha a meglepetés vendég szóval helyettesítettük a saját pártelnökünket, azért is a veszélyes személyekre vonatkozó tiltás miatt kaptunk büntetéseket. Ez olyan elképesztő mértékű, durva beavatkozás a választási rendszerbe Magyarországon, ami ténylegesen befolyásolja azt, hogy mi lesz a választásnak az eredménye, és Magyarország szuverenitását rendkívül durva mértékben sérti. Ahogyan az is, ahogyan ezek az algoritmusok működnek, hogy egy adott baloldali párt, mondjuk a Momentum esetében rendkívül feltűnő volt, hogy mennyire sokkal jobban megtolta az algoritmus a Momentum tartalmait, szemben egyébként Európában is jellemző módon a jobboldali tartalmakat korlátozzák ezek a közösségi média platformok, és most már a Pesti Srácok oldala is áldozatául esett ügyebár ennek. Ha önöket valóban annyira zavarná, hogy a dollár baloldal listáján bejutott képviselők milyen szuverenitási kérdéseket vethetnek fel, illetve milyen szuverenitási veszélyeket jelenthetnének Magyarország számára, akkor nem engednék például azt, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságban helyet kapjanak az ezen a listán bejutott képviselők. De ezzel szemben a valóság az, hogy önök a Mi Hazánk mozgalom egyetlen képviselőjének sem engedik meg azt, nem hogy a bizottság tagja legyen, nem hogy átvilágított képviselőként eljárjon a bizottság ülésére, vagy a bizottság által lefolytatott viták jegyzőkönyveibe, irataiba be tudjon tekinteni. Ezt nem a dollár baloldal képviselőivel szemben teszik meg, hanem a Mi Hazánk mozgalom képviselőivel szemben. Tehát ez egy óriási skandallum, hogy egy önálló listán a parlamentbe bejutott párt átvilágítással rendelkező képviselője be se tekinthet azokba az iratokba, amelyek ez egy a parlament egyik bizottságában kerülnek létrehozásra. Tehát önöknek azért lenne még bőven eszköze arra, hogy fellépjenek a dollár baloldalnak a képviselőivel szemben, de ezt nem teszik meg.
És ha már a közösségi média működését említettem, fontos itt is a kormánynak a szerepére felhívni a figyelmet. Ugyanis Varga Judit, mikor még jó miniszter asszony volt, akkor tárgyalásba kezdett a Facebookkal, sőt létre is hozott egy bizottságot az igazságügyi minisztérium keretein belül, és óriási politikai szólamokat hallhattunk arról, hogy majd így meg úgy megregulázzák a Facebookot, és fellépnek azokkal az aggályokkal kapcsolatban, amelyek a közösségi médiával szemben felmerülnek. Majd 2021-ben ezen tárgyalás sorozat hirtelen megszakadt és véget ért, ugyanis a Facebook 3,8 milliárd forintot reklámadó címén befizetett a magyar költségvetésbe. 3,8 milliárd forintba került tehát önök szerint az a szuverenitás sérelem, amit a Facebook elkövethet Magyarországgal szemben. Önöknek ennyi pénz elég volt, és innentől kezdve nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és nem foglalkoznak azzal a tömeges jogsértéssel, amit ez a platform elkövet Magyarországon. A választói akarat tiltott befolyásolása az is, hogy a közmédia és általában az országos TV csatornák elhallgatják a Mi Hazánk mozgalomnak még csak a létezését is. Szintén az önök által, tehát csupa fideszes tagokból álló média tanács hónapról hónapra nyilvánosságra hozza azokat a statisztikákat, amelyek a legfőbb TV és rádió politikai hírműsorokkal kapcsolatban mérik a politikusoknak a megjelenés számait, és a Mi Hazánk mozgalom ebben a legkevesebbet szerepel. Az RTL Klubon például hónapról hónapra rendre 0%-ban jelenünk meg, tehát mintha nem is létezne Magyarországon egy 10%-os párt, az RTL Klub ennek megfelelően működik, és ez szintén nem a választói akarat tiltott befolyásolása, hogy minden egyes sajtótájékoztatót, felszólalást, eseményt, akciót elhallgatnak, mintha nem is létezne a Mi Hazánk mozgalom, de az összes párt összesített statisztikái tekintetében is, szintén ebben a vonatkozásban is mi vagyunk a leginkább sújtottak, hiszen egy hónapban átlagosan 2% jelenhet meg a főbb TV és rádió hírműsorokban a Mi Hazánk mozgalom, miközben a támogatottsága ennek nagyságrendileg ötszöröse. Amikor a választói akarat tiltott befolyásolásának bűncselekményét tervezték létrehozni, akkor nem tudom, hogy beszéltek-e Kubatov Gáborral, hogy ő mit fog ehhez szólni, mert nem hiszem, hogy az egy jogszerű gyakorlat, amelyet az önök pártigazgatója folytat, vagy az ő nevével fémjelezve folytatnak önök is, hiszen ő maga arról beszélt ugye az ominózus kiszivárgott hangfelvételen, hogy név szerint tudják, hogy ki az a több ezer komcsi, akik egyébként elmentek szavazni, és nem a Fideszre szavaztak. Tehát nem gondolom, hogy ezek a több ezer komcsi megadta volna Kubatov Gábornak az ő saját maga párt preferenciáját, tehát ha a választói akarat tiltott befolyásolását valóban meg szeretnék szüntetni, ahogyan arra rávilágítottam, hogy sem a Facebook, sem a közmédia, de még az RTL Klub vonatkozásában is semmiféle szándék nincsen önökben erre, akkor a Kubatov listák felszámolásával kellene mindezt kezdeniük. A tiszta választási rendszer, illetve választási kampány vonatkozásában arról is beszélni kell, és nem szabad elhallgatni, hogy önök állami erőforrásokat használnak fel a saját párt üzeneteiknek a célhoz juttatására. Erre ugye a legjobb példa az a CÖF-nek a támogatása, amely rendre évről évre állami pénzhez tud jutni, és mind a 2014-es, a 18-as és a 2022-es választást megelőzően is plakátkampányba, kifejezetten politikai tartalmú plakátkampányba fogott, de a 2018-ban nekik juttatott forrásokból, nem tudom, hogy önöket nem zavarja-e, hogy a CÖF 433 millió forintból 4 darab, mindössze 1-2 perces videót tudott létrehozni. Még egyszer mondom, 433 millió forintból 4 darab 1-2 perces videót. És ezt is természetesen állami forrásból, különböző
állami cégektől, az MFB-től, Bethlen Gábor alapkezelőtől, a Szerencsejáték ZRT háttérintézményétől is jutottak hozzá állami forrásokhoz, azok, akik a választói akaratot befolyásolták. Tehát, ha tiszta versenyt szeretnének, akkor nem csak a baloldalnak az egyébként valóban elítélendő és megvetendő kampány eszközeit és gyakorlatát szüntetnék meg, de saját magukba is néznének, és az állami pénzek pártcélokra történő felhasználását is meg kellene szüntetniük. Nem beszélve arról, hogy a politikai kultúrának Magyarországon ma már egyáltalán nem része az, hogy egy választásokon induló jelölő szervezet mondjuk programot alkosson, vagy vitákon vegyen részt. Önök a választásokat megelőzően rendre elmenekülnek a viták elől, mind választókerületi szinten, mind miniszterelnök jelölti szinten, egyszerűen nem hajlandók párbeszédet folytatni, és nem hajlandók arra, hogy a választás előtt ütköztessék a különböző jelöltek, vagy különböző pártok a programjaikat, pedig ez egy világos képet tudna teremteni az emberek számára. És akkor hivatkoznom kell még egy 2016-os határozati javaslatra, amit akkor a Jobbik nyújtott be. Ez ugye azelőtt volt, hogy átálltak volna a sötét oldalra, mert ehhez hasonló javaslatot terjesztettek a ház elé, amely a civil szervezetek átláthatóságát célozta, illetve azt, hogy a külföldről érkező bevételeiknek a nyilvántartása egyértelmű és szabályozott legyen, és azt a transzparenciát szolgálta, amit egyébként a Nyugat és Európa is olyan büszkén hirdet. A Fidesz két képviselője többek között borzalmasnak nevezte a felvetést, egyikük jelen is van, államtitkár úr, Répási államtitkár úr mondta személyesen azt erre a javaslatra, tehát amely arra vonatkozott, hogy legyen nyilvános a civil szervezetek külföldi támogatása, azt mondta, hogy ez borzalmas, csak ezt tudom mondani, és egy másik képviselő társuk pedig azt ecsetelte, hogy erre valójában nincsen is szükség, hiszen az akkor hatályos szabályok alapján is nyilvános, hogy ki milyen támogatásokban részesül. Erről még külön statisztikai adatgyűjtés is van, hogy például a civil szervezetek bevételeinek 12%-a származik külföldről, tehát még gyűjtik is ezt az adatot, és folytatom, úgyhogy szerintem most is hozzá lehet jutni, a javaslatra ezért nincsen szükség. Tehát önök azt mondták, hogy ez szükségtelen, ráadásul borzalmas. Egyébként egy kényes kérdést hoztak be a határon túli magyaroknak nyújtott támogatásoknak az ügyét, amelyről most ennek a törvénynek a vitájában mélyen hallgatnak, hogy ez hogyan fogja érinteni, hogy a határon túli magyaroknak juttatott támogatásokat. Tehát önök 7 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ezt azért nem lehet elfogadni, mert akkor a határon túli magyarokat nem tudjuk támogatni, most pedig már ez az érv meg sem jelenik az önök részéről ebben a vitában sem. Összességében azt tudom elmondani, hogy nem vitatjuk azt, hogy szükség van erre a törvényjavaslatra, sajnos, hiszen a baloldal olyan cselekedetekre vetemedett a tavalyi választási kampányban, amelyek igenis indokoltá teszik azt, hogy a magyar szuverenitás védelmét hatékonyabban is elő tudjuk segíteni. Ugyanakkor arról szó sincsen, hogy önök bármiféle fair, korrekt versenyt teremtenének meg ezzel a magyar választási rendszerben, a magyar kampánytechnikában, hiszen a magyar választásnak a tiltott befolyásolását éppen hogy a Fidesz járatja csúcsra. Köszönöm a figyelmet!